Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a legújabb videóban, amelyben az álmokról, elsősorban azok közül is, a szuper álmokról, valamint az elmeprogramozásról és az elmeprogramozásnak az álmokra kifejtett hatásairól fogok egy kicsit bővebben beszélni. A webáruházba felkerült az álomjoga kurzus. Kérek mindenkit, hogy csak azok az emberek érdeklődjenek ez iránt az előadás iránt, akik tényleg komolyan gondolják az éberen álmodás és az álmok irányítása technikáinak az elsajátítását. Holnap fel fogom tenni a hiram kulcsot is, amely Jézusról és a Jézusi rendekről és a holttengeri tekercsekről, valamint egy kis valláselemzésről fog egy mélyebb feldolgozást tartalmazni. Akkor kezdjük is a szuperálmok, vagy más néven transzálmok fogalmával. Ezek olyan álmok, amelyek során új képességek vagy új tudás megszerzése történik meg egy másik világban az álmok során, és ezeket a képességeket vagy tudást általában a hétköznapjainkban is képesek leszünk használni. A tudomány jelenlegi álláspontja nem fogadja el azt, hogy az álmainknak óriási jelentősége van, és hogy az álmaink akár valóság is lehetnek. Van értelme annak, hogy a napjaink egyharmadát, tehát tulajdonképpen az életünk mintegy 30%-át alvással töltjük, ugyanis álmaink során kapcsolatban vagyunk a nem fizikai világgal. Természetesen a hétköznapi emberek többsége ezt egyáltalán nem érzékeli, illetve a jelentőségét nem is ismeri el. Az álmainknak létezés szempontjából óriási jelentősége van, ugyanis kitértem már arra több előadásban is, hogy a létezés az nem korlátozódik egy adott dimenzióra, és pláne nem egy adott fizikai testre, tehát nem szabad önmagunkat csak egy puszta fizikai testtel azonosítani. A szuperálmok megléte egyébként a gamma agyhullámokhoz köthetők, ezek nagyon ritkán megjelenő agyhullámok, viszont szuperálmok során egyre gyakrabban jelentkeznek. A gamma hullámok jelentőségét azt egyébként a tudomány nem ismeri el, tehát ők konkrétan nem egy fantasztikus, vagyis szupertudatos állapot agyhullámának tekintik ezt, hanem konkrétan ők úgy gondolják, hogy ez csak akkor jelenik meg, amikor valaki valamilyen viselkedéstani megbetegedésben, például skizofréniában szenved. Ez természetesen egyáltalán nem így van, ugyanis a gamma frekvenciájú hullámok egy olyan szupertudatos állapotot képesek előidézni, amelyek bőven túlmutatnak a hétköznapjainkon. Ez egy magas frekvenciájú energiát jelent egyébként, és az agy egy belső esemény hatására, tehát izgatott állapotba fog kerülni. Egyébként ez egy meditáció során is megtörténhet, de szuperálmok során nagyon gyakori. A szupertudatos álmok során lehetőség van az intuitív gondolkodás elsajátítására és új gyógyító képességek megszerzésére is. Természetesen a legtöbb ember egész életében nem él át szuperálmokat, viszont akinek sikerül legalább egyszer-kétszer, és azon kapja magát, hogy ez egy szupertudatos álom volt, és elsajátítja a megfelelő technikákat, akkor onnantól kezdve tényleg csodákat lehet megteremteni. És akkor itt szeretném megválaszolni azt a kérdést, amelyet már régen feltettetek nekem többen is, hogy pontosan mik azok az árnyékok vagy sötét alakok, amelyeket egyébként este, éjszaka félhomályban néha látni lehet, és teljesen humanoid formát vesznek föl. Ezeket egyébként árnyékembereknek is hívják, erről nagyon sok angol nyelvű videó is fent van az interneten. Erről egyébként két teória van. Az egyik az az, hogy ez tulajdonképpen egy titkos szolgálati technológia, tehát ennek során képesek az embereket újra programozni, és például gondolatimplantátumokat beültetni egy adott emberbe. Ez általában egyébként mindig éjszaka történik, amikor az emberek alszanak, de természetesen mindig vannak olyan emberek, akik ezeket látják, vagy éppen erre ébrednek föl. A másik teória szerint pedig van egy orvosi csapata, nem fizikális szinten, akik néha az auramező struktúráltságát ellenőrzik, tehát hogyha valamilyen disztorzió vagy rendellenesség lép fel az auramezőt illetően, akkor ezt képesek kijavítani. Én úgy gondolom, hogy ezektől megijedni nem kell, mert semmilyen negatív tapasztalat eddig még nem történt. Hogyha valaki esetleg ilyen alakokat lát, tehát árnyékembereket, akkor inkább érdemes erre rácsodálkozni, mintsem hogy félni.
És akkor folytassuk azokkal az elmeirányítási stratégiákkal, amelyek nem csak a hétköznapi életünket, de az álmainkat is befolyásolják. Fogok készíteni később egy részletesebb videót az összes olyan stratégiáról, amelyet az Illuminati jelenleg elmeprogramozásra alkalmaz. Egyelőre viszont maradjunk csak azoknál, amelyek viszont az álmainkat is mindenképpen befolyásolják. Ezek közül a következők ismertek. Szellemi szintű programozást tekintve a hipnózis, a téta programozás és fizikai szintű programozást tekintve pedig kémiai és vegyi anyagok, valamint az elektronika. Ezek közül az első csoport az a vegyi anyagoknak a csoportja, ezek közül nagyon sok van, én csak pár érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Az alkoholt és a koffeint mindenki ismeri, de egyébként ugyanilyen anyagok az adrenalin és az inzulin. Félreértés ne essék, ezek a hormonok egyébként a szervezetünkben is előfordulnak, viszont hogyha túl nagy adagba kerülnek a szervezetbe, mondjuk irányított terápia során, naponta, akkor a következő dolgokat válthatják ki. Az adrenalin hozzájárul az állandó rettegés érzethez és a félelemhez való hozzászoktatáshoz, tehát tulajdonképpen egy félelem programozás valósul meg. Az inzulin során pedig amnéziás sokkot lehet kiváltani, valamint egyéb komplex anyagcsere betegséget előidézni, tehát kimondottan egy anyagcsere zavar programozás zajlik ebben az esetben. Vannak olyan gyógynövények, mint például a yerba tea, vagy éppen a rozmarink, amelyek nagyon egészségesek, kis mennyiségben fogyasztva, viszont hogyha az egyén gyógyszeres kezelés alatt áll már évek óta, akkor nagyon komoly mellékhatások léphetnek föl. Például a yerba tea hatására, ami egy élénkítő hatású tea is lehet, az egyén érzékenyebbé és félénkebbé válik, tehát az introvertált személyiség része fog erősödni, és ezáltal egy másik viselkedés mintázat fog kialakulni, és az egyén irányíthatóbbá válik. A narkotikumok, nyugtatószerek és a barbiturátok pedig szintén memóriavesztést és tulajdonképpen egy tompított érzést hivatottak előidézni. Itt érdemes még megemlíteni az LSD-t és minden olyan kábítószert, amelyek képesek testen kívüli élményt előidézni. Ugyanis óriási különbség van az általunk álmaink során, vagy éppen asztrális utazás által kiváltott testen kívüli élmény és a mesterséges szerek által kiváltott testen kívüli élmény között, ugyanis a mesterséges szerek által kiváltott élmények során az egyén az teljes mértékben programozható, és az akarata pedig irányítható. Ezeket a szereket természetesen elkerülhetjük és eltávolíthatjuk a mindennapi listánkról. Kis mennyiségben a szerek többsége nem okoz tehát zavart, viszont nagyobb mennyiségbe is naponta bekerülve, viszont az egyén sokkal programozottabbá válik, mint fizikai, mint pedig elmeszinten. A következő elmeirányítási technika az a hipnózis is lehet. A hipnózist egyébként rendkívül pozitív, jótékony célokra is lehet használni, viszont sajnos negatív programozásra is. Amennyiben valaki egy negatív hipnoterápiás kezelésben részesül, akkor az elméje egy diszociatív állapotba kerül hosszú távon, ami azt jelenti, hogy sokkal szétszórtabb lesz, csökken a koncentrációképesség és a memória is. Amennyiben negatív hipnózis történik, természetesen ez az álmokra is hatással lesz, ugyanis az álmok onnantól kezdve pedig egy programozott státuszban fognak megjelenni. Az álmok szintén befolyásolhatók agyhullám alapú programozás során, ezek közül elsősorban a téta programozást szokták használni, amellyel egy általános fáradtság érzetet és depressziót váltanak ki az egyénből. Ezek közül Manly P. Hall, aki Illuminati téta programozó és még évekkel ezelőtt nagymester fokozatot kapott, és a Nagy Druida Bizottságnak volt a tagja, ő nagyon sok ilyet csinált. A másik ilyen programozási technika az pedig az elektronikához és az elektromossághoz, valamint az elektromágneses technológiához kapcsolódik. Ezek szintén befolyásolják az agyhullámokat, tehát például ezzel is általános fáradtságérzetet vagy teljesítménycsökkenést lehet kiváltani. Itt azért szeretném megjegyezni, hogy
A gamma szuperhullám, ami a szuperálmok során is megjelenik, ez viszont nem esik programozás alá. Tehát az alfa, béta, delta és a téta agyhullámok programozhatóak, a gamma az viszont nem. Ehhez a technológiához kapcsolódik még a szinkroenergizáló készülékek alkalmazása, amelyekkel szintén az agyhullámok kontrollját próbálják elérni. Természetesen teljes kontroll nem érhető el, csak részleges kontroll, viszont ez elég ahhoz, hogy mondjuk az álmainkat negatívan befolyásolják, vagy éppen az adott egyén ne vegye észre, hogy éppen manipuláció hatása alatt áll. A mesterséges sugárzások közül az elektromágneses sugárzás ellen lehet a leghatékonyabban védekezni. Nagyon sok eszköz tartozik ide, én csak egy pár technológiát fogok megemlíteni. Ilyen például a skaláris eszközök, illetve a skaláris energiaeszközök csoportja, amelyek skaláris hullám technológián alapulnak. Szintén eredményes lehet a Lahovsky technológiának az alkalmazása és az orgonit eszközöknek az alkalmazása, illetve elektromágneses sugárzás ellen a Faraday ketrec megépítése, az rendkívül hatásos lehet. És el is érkeztünk ennek a témának a végére. Köszönöm szépen, hogy velem voltál és hogy megnézted ezt a videót. Legyen szép napod, szia!